Kedves jelenlévők, nagyra becsült hallgatók, az Égéstér április 1-e előtt egy nappali adását ezennel megnyitom. A Zoom felvétel résztvevői Pap Tibi, a Totálkár főszerkesztője, Andróci Balázs hírszerkesztőnk, Sturcanti újságírónk és jómagam Karotta újságírónk. És azért gyűltünk itt össze, mert az Égéstér hagyományosan arról szól, hogy beszélgetünk dolgokról, és sokszor volt már olyan, hogy tanakodni kellett, hogy mivel töltsük meg, amikor éppen nem volt szakértő vendégünk. De ez a mostani, ez nem egy ilyen adás. Egyrészt, mert a sors a kezünk alá dolgozott, mert őrületes dolgok történtek rögtön mindjárt április 1-e kapcsán is, amikor ugye a Volkswagen meghekkelte elsősorban talán önmagát, másodszorban mindenki mást. Igen. És ezen kívül pedig vannak olyan mélyen belénk ivódott fájdalmas dolgok, amilyen például Pap Tibi pollenszűrő cseréje, és talán forduljunk is akkor rá erre, hiszen tavasz van, allergia szezon, virágzik a természet. Tibi, mi történt a pollenszűrővel? Mondtam, meséljem el. Hát ez úgy indult, hogy valamelyik értekezleten elzokogtam a bánatomat. Ugye, amióta megszabadultam az ingyen Puntótól, meg az Auditól, azért eléggé eseménytelenül telnek az autós hétköznapjaim olyan szempontból, ugye, hogy egy Toyota Auris van itt a garázsban, amivel nem nagyon lehet, vagy nincs értelme nagyon menni sehova a bolton kívül lényegében. Mert egy örömtelen lélek nélküli frigider! Így van, egyébként az. Tehát ez, kikérem magamnak, az a Prius. Igen, odáig nem is, nekem is ez volt a dilemmám, hogy vajon vagyok elég öreg egy Priushoz, és úgy döntöttem, hogy nem. Ezért lett ez az 1.6-os szívó motoros Auris, és hát ugye az, amit elmeséltem az értekezleten, az az, hogy elvittem olajcserére, meg hát ilyen karbantartás, meg lesz vizsga is, és akkor átnézte a szerelő, szűrőcsere, olajcsere, most a váltóolajban is váltóolaj is, csere is volt minden, és akkor mondja, hogy te figyelj, így nézett ki a pollenszűrőd, amikor kivettem, és berakom ezt ilyen virtuális háttérnek hátra, majd látszik. Látszik? És így félreugrok. Egy ilyen, aki ezt ugye podcast formátumban fogyasztja, az egy ilyen szarrágyűrt pollenszűrőt lát. Amit olyan, mintha egy töréstesten, vett volna részt, és egy fának ment volna a pollenszűrőt. Igen, mintha oszlopra csavarodott volna egy oldalütközésben. Tehát, hogy kb. Úgy kell kinézni, mint az ilyen kifli betört autót. Na, ez volt a pollenszűrő. Így volt berakva. És akkor az egész történet érdekes volt, mert ugye én tavaly, amikor megvettem az autót, akkor elvittem márka szervizbe, hogy mondják, vezérlést csere, meg minden, meg jó volt, hogy kapott friss szoftvert, voltak visszahívások, ugye ez is takata légzsákos, tehát hogy kicserélték azt hiszem a függöny légzsáknak a gázgenerátor, tehát hogy volt valami légzsák visszahívás, meg benzinszivattyú visszahívás, ez minden több. Bakker, arra én nem is gondoltam, hogy a takata légzsák felrobbanó patronjai, azok nem csak a front légzsákra vonatkoznak, hanem bármelyikre, tehát akár merőt támadhat a srapnál. Hát arról volt szó, hogy mi ez? Ammónium nitrát, hogy miért tököm, ha valami ilyen sima, egyszerű robbanóanyag, amit beleraktak, és ugye az, ahogy öregszik és aprózódik a szemcseszerkezet, az változtatja a detonációs intenzitását, kicsit megnőnek ilyen tízszeresére. Igen. Ja, mert hogy megpróbálja fölfújni a fémtartályt. Ahogy múlik az idő, és porlik egyre kisebb egységet, és szét, attól nő a felületet. Nagyobb felülete lesz, hogy gyorsabban reagál, így már. Ó, de kellemetlen. Ezért is robbanás veszélyes mondjuk olyasmi, mint a malom. Mert a liszt is egy olyan nagy felületű valami, hogy olyan finomra van őrölve, hogy ezek a porok is bármikor, vagy a szénpor, és ugye ő is, hogy elporlad, és akkor ugye ebből volt olyan baleset, hogy valakinek pont ilyen oldal légzsák durrant, úgyhogy alapvetően túlérte volna, hogyha nem fúródik egy fém gázgenerátor tartály darab a fejébe. Na mindegy, ezeket is megcsináltak, és ott is volt pollenszűrő csere, de egy idő után nem működött a klíma. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez február volt, mondjuk ott utána jött márciusban a lezárás, úgy júniusig, és júliusban arra eszméltem, hogy az egyik oldalon a meleget fúj, a két oldalas klíma, a másik oldalon meg hideget. Minden
Auris tulajdonosnak és Corolla tulajdonosnak üzenem, hogy ez annak a jele, hogyha a klímának hűtési problémái vannak, mert ez a tünet, hogy bal oldalt már fűt, de jobb oldalon még hűt. Elvittem egy közeli klímáshoz, ahol mondták, hogy hát azért nem hűt a klíma, hiányzott egy kicsi gáz, de attól még nem lett volna baj, hanem hogy a pollenszűrő az nagyon rég volt cserélve. Hát mondom, februárban volt cserélve, és 3 hónapig állt a garázsban az autó, és megmutatta, az egy másik, ennél sokkal koszosabb, tényleg eltömődött pollenszűrő volt, majd berakták helyette ezt így. Úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy mi van ott benne, ahol... Azt történeti, ezt már ezt ők tették, tehát ugye ezt a klímás tette be. De várj, nem kezdtél el állatira párásodni? Esős időben? Vagy nem mentél el esős? Nem. Ugye itt az van, hogy ő a beszívott levegőt szűrné meg, amik mielőtt ugye az elpárologtatóra rájut, és ott lehűl. Csak hát ezek szerint nem annyira szűrte meg, csak részben. Úgy tudtam, hogy a döglődő pollenszűrőnek az egyik fő tünete az, hogy párásodik az autó, mint az állat esős időben. Hát de az nyár volt, és akkor nem volt izé. Tehát hogy ott az volt, hogy már nem nagyon tudott bejönni levegő azon a... Egyébként gyári Toyota pollenszűrő volt benne, de nem hinném, hogy ennyire el tudnak oszolódni nettó másfél hónap használattól. Felvettem a kapcsolatot Bontos Gyulával, akinek PapTibi adta meg az elérhetőségét, és hát abban az ügyben, ami miatt kerestem, igazából nem nagyon jutottam előrébb, viszont mondott 2 baromi jó témát, amit nagyon szeretnék feldolgozni. Ti tudjátok, hogy hogy zajlik a légzsák megsemmisítés? Hát felrobbantják konkrétan. Igen, van egy erre kialakított konténer, van egy erre kialakított konténer, amiben elsütik a patront, és elpukkan a légzsák. És arra gondoltam, hogy mivel ebbe a konténerbe bele lehet rakni GoPro-kat, elmegyek, és ezt a témát jól feldolgozom. Akartam én is mondani, hogy szerencsére már nem én vagyok az ügyvezető, de nem lennék annak a helyében, aki aláírja majd ezzel kapcsolatban, hogy persze, vigyed csak, semmi probléma nem lesz. Hogy nem, mi baj lehet? Lenne probléma? Ez egy viszonylag nagy térfogatú konténer, az egyik sarkából felveszük, ahogy a másik sarokba felrobban egy légzsák. Nem gondolom, hogy ez problémát okozhat. Hát ha nem takad a légzsák. Takadák is vannak. Van olyan ember, aki professzionálisan abból él, hogy pukkangatja a légzsákokat. Aha, többek közt ebből él. Ez milyen jó kis szakna. Igen, és Bontos Gyula. És képzeld, amikor már ezt is unod, hogy az mi csoda dolog a kiégésben, amikor már azt is unod, hogy robbantgatni kell a légzsákokat. Drága pszichiáter úr, kérem, csináljon velem valamit. Egész nap kiélhetem robboló ösztöneimet, és így se érdekel már semmi. Kiértem. Nekem ilyen perverz ötleteim voltak, hogy veszek görög dinnyét, rárakom egy fejrefordított kormányra, és úgy durrantom el, és lassító kamerával veszem, hogy mi történik a dinnyével, amikor felrobban. Közelről kell megnézni, Antika, hogy a történet. Telefonnal így állsz mellett. Nem telefonnal, szemeddel. Ja, igen. Az a baj, hogy én éltem már át légzsákdugranást, és igazából nem látsz belőle semmit. Nagyon nem vicces állítólag. Tehát, hogy azt látod, hogy egyszer csak ott van egy leeresztett légzsák. Tehát, hogy még csak azt se látod, hogy fel van fújva, hanem mire az egész lezajlódik, ez ugye, mit tudom, 300 másodperc, tehát, hogy ilyen egészen döbbenetesen rövid idő alatt történik a dolog, és csak azt látod, hogy ott van egy ilyen lőttyett izé. Tehát hát nem úgy van, mint a izé filmekben, a csupaszpisztoly filmekben, tudod, hogy ott a nagy paplanok ott vannak felfúvódva, vagy mi nagy párnák ott felfúvódva, és akkor nem látsz ki, meg nem tudom, hanem az ott rögtön egy ilyen puff, és egy ilyen lőttyet vacak. De és amikor te kerültél ilyen helyzetbe, amikor a te baleseted volt, és rád nyílt a légzsák, akkor egyébként előre lendült a fejed? Tehát, hogy volt annyira váratlan és éles a dolog, hogy ténylegesen a tehetetlenséged legyőzte azt, amennyire tartani tudod magad, és az öv meg a légzsák fogott meg, vagy csak simán kinyílt előtted, miközben valójában egyébként te is tartottad volna magad? Hát, hogy úgy mondjam, én erősen csodálkoztam, hogy kinyílt az a légzsák, mert ugye ez egy jobbkezes utcát nem vettem észre, ahol jött egy autó, fogalmazunk úgy, hogy nem jobbkezes utca megközelítési tempóban, de hát elsőbsége volt. Tehát, hogy én ezzel nem vitatkoztam, csak olyan sebességgel jött, hogy nagyon-nagyon-nagyon messze álltam meg. Ez egy olyan hely, ahol nem lehet felfedezni az utcát, ha nem ismered, és igazából mindenki azt mondja, akik ott laknak, és hogy a stop tábla kéne, meg fekvőrendőr, meg minden. És ugye én is járok arra néha, és szoktam látni, hogy meddig mennek el az áldozatok. Na, én egy olyan 20 méterre voltam messze, mert mindenki csak puff, és
ott az út átellenes oldalán kiütik a facsemetét, és akkor kész. Én meg nagyon messze mentem, és ott nagyon nagy volt az ütközés, de merőlegesen. És ugye az szokott lenni, hogy van egy ilyen hatásvonal, amin belül kéne durranni a front légzsáknak, és én meg is lepődtem ettől, mert hogy mondjak, az összeszítő is eldurrant, és nagyon meghúzta itt, és itt másfél hónapig fájt itt a szedcsontom tőle, de nem volt indokolt ettől függetlenül az, hogy ott a front légzsák, tehát nem fejeltem le szerintem egyáltalán. Hát sose lehet tudni, ugye, hogy a második, harmadik további becsapódások azok milyen irányból lesznek, úgyhogy emiatt talán praktikus. De mondjuk a frontlégzsák nem segít neked a második becsapódásnál. Egyedül a fidélégzsák az, ami sokáig felfújva marad, de ugye az meg esetünkben nem volt, mert ez ahhoz régi volt ez az autó, hogy legyen. Hát most már van, és most már tudom, hogy a gázgenerátora is jó, úgyhogy most már nyugodtan nem fedezem fel a jobbos utcákat, de inkább azért figyelek. Akkor is figyeltem. Nekem rohadt nagy dilemmám, hogy ugye majd szeretnék megint MX-5-öt, amiben van egy légzsákos háromkülős kormány, egy ilyen Nárdi jófogású sportkormány, de hogy jó lenne belerakni egy ilyen fém, kisközepű, mélyagyas fa Nárdi kormányt, egy ilyen pici versenykormányt, amiben ugye nincs légzsák. És ez egy rohadt nagy dilemmám, hogy most oké, belerakom, jól néz ki, jó belevezetni az autót, de mi van, hogyha egyszer csattanok? És ez egy ilyen... A fakormány egyébként a csattanás szempontjából amúgy is a világ legkegyetlenebb dolga, tehát amikor igen, a hangyász híres lett régen, mert ugye megírta a Speed Hunters, vagy mi az ördög 2012-ben, és akkor valaki küldött nekem levelet Ausztráliából, hogy tökre tetszik neki, meg minden, de azt tudjam, hogy nincs az a versenypálya a világon, aminek a közelébe engednek egy fakormányos autót. És akkor egy kicsit utána néztem ennek, és kiderült, hogy nyilván a nincs a világon olyan versenypálya, az úgy értelmezendő, hogy rendes... A világ civilizáltabbik felé? Hát meg igazából, ahol szankcionált módon engednek be egy versenyautót egy szakákba, ami Magyarországon is így van, tehát biztos, hogy van olyan gépátvétel egy hivatalos szakákban, ahonnan kihajítanák, de a hangyásznál föl sem merül, hogy egy ilyenre jusson, hiszen eleve kihajítanák ezer másik okból. És... Közben viszont ténylegesen teljesen logikus dolog, hogy a kormányok azok el szoktak görbülni, és el is kell nekik, tehát a kormány karimának a görbülési képessége az ugye a szegényebb légzsákja, hogy mégiscsak egy kicsit előbb menjen arrébb, mint hogy a homlokcsontod válna 12 különböző fragmentumra. És ilyen pillanatban viszont az történik, hogy nem tud vele deformálódni a faréteg, hanem szétreped, és ilyen tüskés, kellemetlen, szilánkos módon miszlik be marcangol. Igen. Na, tartok tőle, hogy papírkutya leszek, és marad a gyári kormány, ami amúgy nem rossz. Csak hát úgy jó érzés belenézni, amikor az embernek egy ilyen szép polírkülős Nárdi kormánya van. Kell bontani egy ilyen, hogy melyik a C4 kaktuszban van a plafonban a légzsák, és akkor azt így fölrakod a micsodára? Igen, hajtó. És akkor reménykedsz, hogy előbb fog meg a légzsák, mint ahogy a fakormány kidöfi a túloldalon, és akkor még van túlélési esélye. Az egyébként egy tök érdekes és nagyon szép koncepció volt, nem tudom mennyire emlékeztek, hogy amikor az első C4 kijött, és azzal a Citroennek volt ez a rövid életű próbálkozása a fixált közepű kormányaggyal, amikor csak a karima pörgött, és a kormány közepe állt, és akkor annak ugye két funkciója volt, az egyik az, hogy gombokat lehet úgy tenni rá, hogy a gombok pozíciója nem változik, tehát olyan, mintha a műszerfal egy darabja lenne, hogy mindegy, hogy a kormány hogy áll, ugyanott találod meg azt a gombot, amit meg akarsz nyomni. A másik, ami ennél sokkal értelmesebbnek tűnt, bár egyébként ez se hülyeség a maga módján, hogy a légzsák nem egy hagyományos buci karika volt, tehát nem olyan volt, mintha az arcodba csaptak volna egy rohadt nagy tortát, hanem egy kicsit amorf, és volt egy ilyen lenyúló nyelve, ami a mellkas és a has felé lefordult. Tehát tényleg olyan volt, mintha egy rátátotta volna a száját valaki, és így kinyújtotta volna a nyelvét, ami elképesztően jó találmány, és ugye arra jó, hogy sokkal nagyobb felületen támaszt, és nem csak a fejedet támasztja, hanem egy kicsit a felsőtestet is támasztja, és ezért... Így van, kevésbé csúszol be az ő alá, meg kevésbé vered szét a mellkasodat, és tök egyértelmű volt, hogy ez egy rohadt jó ötlet, és nyilván a
Citroen nem magában csinálta, hanem közösen gondolom az Autoleague-vel, vagy valamelyik másik ilyen légzsákügyi beszállítóval, erre nem emlékszem, de biztos megírták akkoriban. És ez egy rohadt szép ötlet, és hogy kíváncsi vagyok, hogy ezt vajon miért nem vették át, mert azt megértem, hogy a kormány, az álló közepű kormány az megbukott, és akkor azt nem akarták, de tulajdonképpen... De annélkül nehéz megcsinálni azért, tehát ha jól belegondolsz, hogy ne legyen szimmetrikus a légzsák, hiszen honnan tudod, hogy éppen merre tekerte a kormányt a user, amikor belécsapódik a másik autó. Így van, ez abszolút értem. Valaki, jobban ért hozzá, az el tudja mondani, hogy hogy működött az álló közepű kormány? Na, pont ezt akar, épp azt akarom mondani, hogy... 13 kiló volt a cucc pluszban. Azt tudom, hogy azért vették. Valami nagyon nehéz cucc volt mögötte, igen. Az, én speciál ezt nem tudtam, hogy ennek ilyen súlyügyi nehézségei lettek volna. Én egyébként nem így oldottam volna meg, tehát szerintem, vagy én úgy képzelném, hogy ennek azért tudna lenni olyan szempontból egyszerű megoldása, hogy ez egyszerűen csak az kell, hogy van a kormány tengely, azon rajta van a kormánykerék maga, és neked igazából csak arra van szükséged, hogy ettől független módon legyen egy másik központi egység, amire te ezt rá tudod, tehát ami konkrétan magát a légzsákot tartja, és a légzsákot tartó rész az lehet teljesen független a kormánykeréktől, azzal együtt is, hogy az a kormány burkolata alatt áll, érted? Tehát, hogy a kormányt úgy látnád, hogy az forog. Meg lehetne kérdezni egy mérnöket, hogy ez mennyire egyszerű, tehát ilyen technikai megvalósítás szempontjából mennyire lehetséges egyáltalán, meg mennyire egyszerű, vagy én valószínűleg tartom, hogy ez egyszerűen csak annyira drága lenne, hogy nem foglalkoznak a gondolattal. Nem, hiszen nem az autógyártás alapvetően a spórolásról szól, mint tudjuk. Nem arról van szó, hogy ezeknek a bolygóműveknek és ezeknek az egyéb precíziós mechanikáknak a legyártása a legdrágább az autóiparban? Hát minden fogaskerék. Minden fogaskerék kurva drága, mert annak precíziósan illesztett, nem hengeres, íves felületei vannak, amiket gyakorlatilag ilyen köszörülési minőségbe kell tudni előállítani, és ezt gyakorlatilag ez a legdrágább műszaki probléma. Tehát ennél a motorban lévő hengeres felületek is egyszerűbbek. Hát ezért van, hogy mondjuk egy sebességváltót, egy szabványötös kézi váltót, azt mondjuk másfél évtizedig használnak, hogyha egyszerűen hát tovább, igen, mert... ez több motor ki tud szolgálni egy ilyen. Igen. Nem véletlen, most is egyébként 5-sebességes váltót találsz szinte minden olcsó autóban még mindig. Pedig lenne 6-sebességes a raktárban, csak egyszerűen drágább. Bármikor elő tudnak húzni valami régit valahonnan a sublódból az alapmodellekhez. De egyébként ez a C5-ösben is volt. Utolsó hidrós C5-ösben is ilyen volt, meg a Picasso-ban is ilyen álló közepű kormány volt. Tehát, hogy nem egy típusban használták ezt. Hát ha már ki van fejlesztve, meg van rá gyártósra, akkor már mindegy, nem? Akkor minél többet kell belőle nyomni. Hát az biztos, biztos. Csak szerintem ezt egy ilyet kifejleszteni, meg megcsinálni hozzá a gyártást, az sokkal komplikáltabb. Így ahogy most van, az a légzsák az egy modul, amit így bepattintasz. Ahhoz valószínűleg külön kéne spéci légzsák formát találni, vagy ilyen légzsák ház formát találni, ami hengerszimmetrikus, és úgy tudod betenni, hogy az álljon, a többi meg forogjon. Tehát, hogy azért de rengeteg hülye formájú légzsák van. Hát de pont az, hogy nem tudsz hülye formájút csinálni. Érted? Tehát, hogy nagyon megköti, mert igazából most egy ilyen kormányba bepatintott a légzsák bármilyen formájban szinte. Tehát formatervező megtervezi, és akkor aláraknak egy olyat, amilyet szeretnél. Ha annak ott belül külön forogni kéne, az olyan típusú megkötés, ami szerintem azért nehezíti a dolgot. Bezzeg a Rolls-Royce tengelyvég emblémájának a forgását, azt bezzeg meg tudják oldani. Az nekem egy akkora csalódás volt. Komolyan. Tehát bármelyik AliExpress-es ilyen izébe rendelsz, ilyen felni közepet. Igen, tehát én az valami varázslatra számítottam, hogy bolygómű van, vagy villanymotor, vagy mágnesesen tart ellen, vagy nem tudom. Nem,
Nem, egy rohadt súly van benne. Kis ellensúly van benne, igen. Igen, igen. Mit gondoltál, ott van a Aladdin és bűvöli, hogy mindig jól álljon az emblém? Nem, mert gondolom, egy giroszkópot képzelt oda, meg egy aktuátort, tudod. Igen, igen, tehát ha már egy jól. És szintiszta szégyen, mert egyértelmű, hogy annyira igénytelennek a németek ott a Rolls-Royce-nál, hogy egyáltalán nem gondolnak arra a lehetőségre, amikor annyira tehetős lesz az ember, hogy a Rolls-Royce-át űrhajóvá alakítja, és abban a pillanatban, ahogy a súlytalanság területére ér, szarmódon elfog össze-vissza, mint a barmoknak, hát, úgy el fog tekerenni mindenfelre. Az összes embléma, mint a proletároknak olyan lesz benne. Én nem is értem, lehet, hogy gutaütést kap azonnal. Rolls bácsi azt mondta, hogy csak addig kell tervezni mindent, amíg tökéletes nem lesz, és ez szerintem nem a tökéletes megoldás, mert hogyha mész vele ilyen fix százas tempóval, akkor így lifeg jobbra-balra. Csinálják már meg rendesen. Tényleg komolyan. Aha. Hát nyilván nagyon-nagyon jó csapágyak vannak benne, nem az SKF-be veszik, mint én, de hogy... Miért az de, SKF hogy... nagyon jó csapágyakat gyert? Ja, hát persze. Ez szélturbinában jó, akkor neked is jó legyen már. Hát persze, van a biciklimben is az van. Szóval, hogy mész vele egy ilyen állandó tempóval, és így finoman így himbálózik, ugye, a gyorsítások, lassítások miatt, felvesz egy ilyen, mit is mondod, frekvenciája. Aha. És nekem ugye, csalódás volt egyébként a Phantom, mert én a Phantommal először úgy találkoztam, nagyon sokáig elkerültük egymást a Rolls-Royce Phantomjával, de aztán megjelent a... Azt hiszem egyébként a Phantomoknál ez csak azt jelenti, hogy a tervezetnek megfelelően működik. Igen. És azért azt csöndesen megjegyezném, hogy én egyszer láttam élőben Phantomot egy genfi szűk utcának a sarkán parkoltak vele. Van a genfi autószalon előtt egy ilyen, vagy volt régebben egy ilyen BMW-s rendezvény, és akkor volt vadonatúj a Phantom, és minden BMW vezér igazgató és elnök, és nem tudom, mindenki olyannal jött, és passz meg, az egy teherautó. Tehát az egy akkora teherautó, hogy a fotók alapján tökre nem ezt képzelni az ember. Hanem én is úgy találkoztam Chris Benoit-ben, hogy kilépett a Phantom orra mögül egyszer. Tehát ott nem láttál senkit, egyszer csak meg ott volt Chris Benoit a genfi autószalonon. Én nekem is az volt a meglepetés, hogy tényleg ilyen teherautószerű. Na és amit akartam mesélni, az a Meriva, amelyik szintén ilyen suicide door-os volt hátul, az a utolsó Meriva, és odahoztak a dizájnerek egy Phantomot, de egy erősen használt Phantomot tudtak szerezni az Opel bemutatóra, gondolom volt valami költségvetés. Az Opelnek nem pedig saját Phantomra? Nem vették, hanem bérelték valami jó helyről, és eléggé le volt harcolva az autó, és lógott az ajtaja, tehát hogy nem nyílott annak olyan lassú, mint akár a Merivának. Várjál, most a Meriva bemutatóra vitték a Rolls-Royce Phantomot megmutatni, igen, hogy a másik híres, hátrafelé nyíló hajtajú autó a Phantom. Igen. Igazából RX-8-at akartak vinni, csak nem találtak működőt. De nekem is ez volt az egyik legmeghatározóbb élményem a Phantommal, amikor először láttam talán pont Genfbe, hogy ez mennyire istentelen hatalmas. Tehát így nézed a képeken, és elkönyveled, hogy nagy. Aztán egyszer csak ott állsz mellett, és egy kibaszott monolit, és hogy mondja Paptibő, hogy belógott az ajtaja. Én most egy ajtót cseréltem a roulette kerékasztán, végre rosszlátlan ajtók vannak rajta, nem ázik be, és hogy egy autónak az ajtaja még egy ilyen egyszerű szar is, amiben csak összes elektronika, egy központi zármodul, mert a tükör is, meg a ablakemelő is manuális, annyira rohadt nehéz, hogy azt hittem, a szakállam kilőm, mire megemelem. És milyen súlya lehet egy Rolls-Royce ajtajának, ami még ott van egy ilyen fér És még milyen messze van a Rolls-Royce ajtaja a világrekordtól, ami a karottánál áll. Tényleg bizony, annyira vártam, hogy elsüthessem, de sajnos asszúr megelőzött, hogy én mindent tudok a nehéz ajtókról. Az Eventime-nak egyébként a legnagyobb ilyen parti trükkje közé tartozik, amit egy alkalommal volt is alkalmam elsütni, hogy voltunk úgy vendégségben még akkor, amikor először volt az enyém 15 éve, valamilyen balatoni kerti sütésen voltunk, és akkor ott voltak mindenféle barátok, és azok között volt olyan, akit érdekelt az Eventimer, hogy milyen jó pofa szerencsétlenség már. És akkor elmentünk egy körre kabriózni, úgyhogy le volt engedve minden, nyár volt, itt volt a tető, ugye le volt az egész oldala húzva, és vittem ott egy kört az embereket, és kivétel nélkül mindig az volt a legjobb része, amikor visszaértünk a ház elé, és
fölparkoltam a rézsűre, ami volt a ház előtt. És ahogy az ember föláll a rézsűre, úgy természetesen, hogy az utas oldal volt fölfelé, ahogy a menetirány szerint fölparkolunk a rézsűre, és senki nem tudott kiszállni, mert kinyitották az ajtót, és így kattant, aki nincs, és így megtolta az ajtót, majd az ajtó egyáltalán nem mozdult, és 10 emberből 90 ilyen reménytelenül visszanéztek rám, hogy nem nyílik az ajtó, és mondom, de nyitva van. És láttam meg, és látszik az embereken, hogy így a fogaskerekek csikorokban megállnak az agyban, hogy az lehetetlen, hogy ennyi kifejtett erőre egy millimétert sem mozdul, egyáltalán semmi. És akkor mondtam, hogy csak nyomjad meg rendesen, és ki fog az nyílni, és akkor egyfeletett szenvedéssel lehet valamennyit mozdítani rajta, mert egyrészt ugye rohadt nehéz attól, hogy nagyon hosszú, másrészt az a rész, ahol ösztönösen, igen, és az a rész, ahol ösztönösen fogod, tehát a kapaszkodó, az nyilván nem az ajtó hátánál van, ahol az erőkar hosszú volna, mert akkor oda nem tudsz oda nyúlni, mert az ajtó hát az a hátsó üléshez tartozik, és nem pedig az elsőhöz, amint te ülsz, hanem az elejénél, tehát még az erőkar is rövid, és tényleg az van, hogy maga az ajtó, azt hiszem egyébként kilóra nem tűnik olyan soknak, amikor olvasod, mert talán 58 kiló az ajtó, ami nem tűnik egy annyira riasztóan nagy számnak. Az majdnem kétszer a feleségem, ha hogy ne lenne sok. Na igen, hát esetleg ahhoz viszonyítva, igen. De amikor úgy kell megemelned az 58 kilót, hogy nem a távoli pereménél, hanem a forgáspontjától mondjuk nagyságrendileg olyan 20 centire, és az egészet egy kicsit ki kell emelni a dupla zsanér miatt, akkor hirtelen megjelenik az egész, és ott mindenki belefagyott a széklet hirtelen az erőlködéstől. Winklerrel forgattuk a, hogy hívták ezt a magyar M-rapot? Ezt a Commodore. Commodore, igen. És ott kimentünk Fót, valahol, ahol ilyen terepezni lehetett vele, meg volt ismerős traktoros, akire szükség is volt, és egyszer megállt a Winkler ezzel a páncélautóval úgy, hogy balra dőlt. És kinyitott az ajtót, és hát az is ilyen Avantime kaliberű páncélajtó, ugye? És akkor ő is inkább úgy döntött, hogy kiugrik. Mert ugye fogta a kapaszkodót, és az ajtó meg megindult, és nem is nagyon volt más választása, mint vele együtt ugrani, mert kirántotta volna a helyéről. Az is valami iszonyat volt, és akkor utána be kellett csukni. Az meg úgy nézett ki, hogy így betámasztott, és akkor így tolta be, és még az Avantime precizitását sem építették bele ebbe a katonai járműbe, úgyhogy ez egy érdekes jó számban. Ez egy legendásan precíz termék, úgyhogy ezt azért nehéz is lett volna. Igen, igen, de érdekes volt ez a Commodore egyébként, ilyen szempontból, meg sok más szempontból, csak hát nehezek az ajtói. Ott is ilyen, kéne kormány, vagy hogy mondják ezt, ajtószervó ezekben az autókban. Hát ugye, amikor ugye leváltották Trumpot, és jött Biden, akkor ugye megint szóba került az amerikai elnöknek a autója. Azt úr biztos tudni fogja, ezt hívják Land Force One-nak? Vagy The Beast néven fut most éppen? The Beast néven szokás. The Beast. Ha jól tudom, de most már elég régóta. Igen. Obamáit is úgy hívták. Ami igazából úgy néz ki, mint egy random Cadillac, de igazából sokkal közelebb van többféle General Motors nehéz gépjárműhöz, ilyen áruszállítóhoz és hasonlókhoz. De nem is ez a lényeg. Ott volt talán pont az Obama éra alatt egy olyan baleset, hogy ott felejtette egy lábát az egyik biztonsági őr, amikor beszálltak és rácsukták, és állítólag szilánkosra törte. Na de a szervós ajtó. Az egy páncélozott ajtó. Az egy páncélajtó, aminek csak igen, az üvege olyan nehéz, mint a te asztalnak az egész ajtaja valószínűleg. Igen, 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 igen. És az is könnyen elképzelhető, amit nem tudunk, de ez egy nagyszerű ilyen UX hipotézis, hogy az összes ilyen szervós ajtónak a vezérlő logikája az úgy van megcsinálva, hogy nagyon határozottan limitáljon, meg ugye ilyenek az elektromos ablakemelők, és sok esetben azért nem automata az elektromos ablak fölfelé, csak lefelé. Hát ne vágja le az ujjadat, igen. Nem szabad levágni az ujjadat, vagy a gyermeknek a fejét, hogyha éppen kidugta, és közben megnyomja a gombot. De igen, de simán elképzelhető, hogy az elnöki limuzin ajtajának a fordította logikája, hogy lehet, hogy az olyanra van csinálva, hogyha megnyomod, hogy csukódjon be, akkor becsukja akármi van, mert ott az lehet az életmentő feature, hogyha hárman próbálják letépni, akkor is inkább csukódjon be, ha megnyomták igen, már azt a gombot. Igen. Amúgy egy polgári ajtaj. Hát ha bekockáztatják, hogy esetleg az elnök fejét is levágja ilyenkor.
Ez nem mindig nagy veszteség. De arra van az alelnök. Lehet, hogy le kell okézni, tudod, amikor megnyomod a csukógombot, akkor előbb ilyen feljön egy üzenet, hogy tényleg be akarod csukni az ajtót, mert akkor lesz csukva. Igen, mégsem. Igen, és akkor így ilyen gyorsan rányomtak már, azt hitték már minden oké, és onnan már nincs, nem volt mégse. De amúgy egy polgári autó ajtajában is rohadt nagy tudomány van. Nekem például a múltkor egy sikós mutatta a BMW E46 kompaktba, hogy úgy, tehát hogy ergonómiailag az ajtóhoz közelebb lévő kezednek, a bal kezednek, hogyha a sofőrülésben ülsz, nagyon rossz helyen van az a fogantyú, aminél ki tudod lökni, és be tudod húzni az ajtót. Tudjátok, miért van? Hát azért, hogy úgy akar kiszállni az autódból, hogy átnyúlsz magad előtt a jobb kezeddel, és ahogy azzal kitolod, azzal automatikusan kifelé fordul a fejed, és hátra nézel, hogy nem nyitod rá valakire az autó, ajtót, akár azt egy autóra, hiszem, a tervezők szándéka azért ez nem jött be. Tehát, hogy én nem láttam még embert, aki ezt így használná. Én azóta törekszem rá. Nagyon régóta gyökerei vannak. Nagyon régóta tervezem leforgatni az Ajtóz, mint egy holland című videómat, csak eddig még sose volt hozzá megfelelő idő, plusz nyilván jó szokásom szerint olyanra találtam ki, hogy annyira bonyolult legyen megvalósítani, hogy az ember inkább mindig elhalasztja, és aztán soha ne kelljen megcsinálni, aminek az lett volna a lényege, hogy elbiciklizem saját magam mellett, és kinyitom az ajtót közben, és neki megyek. És akkor ottan összevesztem volna magammal, és annak pont az a lényege, hogy képzeljétek el, hogy Hollandiában, ahol ugye nagyon komoly hagyományai vannak az autós kerékpáros egymás mellett élésnek, és tulajdonképpen az autóvezetőknek 85%-a az egyébként biciklis is máskor, amikor éppen nem abban a pillanatban van. És ott az autóvezető képzésnek egy nagyon sarkalatos elemet, tehát a jogosítványszerzés feltétele, hogy úgy nyitod az ajtót, hogy a jobb kezeddel nyitod ki, nem a balra semmiképpen, és kifordulsz pont ugyanígy. Tehát, hogy az egy az egyben, amit most leírtál, az a képzési csomagnak az egyik alapeleme, hogy úgy nyitjuk az ajtót, hogy átnyúlunk magunk előtt keresztbe, és közben benézünk hátra, mert akkor látjuk, hogy jön-e onnan biciklis. És nyilván sokkal könnyebben megértik az emberek azért, mert mindenki más is biciklizik, egy olyan embernek, aki soha büdös életben nem ül kerékpárra egyébként, annak ezt nem nagyon könnyű fejjel meg valahogy így feldolgozni. De ha már valakire egyszer nyitottak ajtót kerékpáros korában, azután a biztos, hogy rohadtul megjegy. De miért egyébként van olyan élő ember, aki nem néz be a tükörbe, amikor kinyitja az ajtót? Nagyon sokan azt szól. Nagyon sokan. Nem tudom, mert nálam ez annyira rutinszerű. Nem akarok nagy képviselni, nem azért mondom, de tényleg belenézek a tükörbe mindig, mert nem tudom. Tudom azt, hogy onnan tud jönni valami. És az van, öcsém beszélgetett pár hónapja egy közlekedés pszichológussal, egy cikket írt a témában, és azt mondta, hogy úgy kell ezt elképzelni az embereket közlekedés közben, mint egy pohár. Egy pohár, amiben víz van, és már hogy a figyelmedet is van. A hétköznapi élet az az, amikor mondjuk a pohár az alsó 1 centién van víz. Amikor beülsz az autóba, ideális esetben félig van a pohár, mert hogy annyira oszlik meg a figyelmed, annyira tudsz még ilyen dolgokra figyelni például, mint hogy belenéz a tükörbe. Viszont vannak olyan emberek, akiknek a vezetés akkora stresszel jár, annyira tele van a poharuk, annyira leköti a figyelmüket az autóvezetés, hogy például egy ilyen nagyon egyszerű és tényleg tök magától értetődő dologra, mint hogy belenéz a tükörbe, mielőtt kiszállsz, arra egész egyszerűen már nem marad kapacitásuk. Tehát ez nagyon-nagyon egyénfüggő. Gondolj bele, hogy hány embert látsz úgy közlekedni, hogy így megy előtted csalinkázva, indexel jobbra-balra, vagy csak megy jobbra-balra, és nem tud mit csinálni, és amikor elmész mellette, így átnézel. Én legalábbis átszoktam, és látom, hogy a vezető a világát nem tudja. Na, az ő poharuk valószínűleg rohadtul teli van, és annyira ezredrangú dolog belenézni a tükörbe kiszállásnál, mert egyszerűen örül, hogy életben maradt az autózás során. Jó, de hogyha kiszállsz az autóból, és egy másik autó jön, akkor nem maradt a életbe. Tehát, hogy az a baj ezzel, hogy szerintem ez ilyen sima önérdek, hogy az ember belenézzen a tükörbe, vagy kinézzen valahogy. Ahogy önérdek az indexelés, önérdek, hogy nem mész át a szembesávba, és látjuk, hogy mégis egy csomó ember egyszerűen már nem tud idáig terjedni a figyelmével, mert egy akkora stressz neki az autózás. Sokan vannak, nagyon sokan vannak. Ez egyébként nagyon ennek érdekes, nagyon ugye, hogy csak hogy az jutott erről eszembe, hogy meg fog jelenni majd, de ez nem spoilerezés, hanem a felkedv csinálás, hogy lesz majd egy cikkünk arról, hogy a
a például a Teslának, illetve az egyéb autógyáraknak, csak ugye mindig a Teslát emlegetjük, hogyha az önvezetéssel kapcsolatos dolgok vannak, hogy miért van az, hogy ott fekszik előtte keresztbe valami, és aztán mégis inkább neki megy. És az erről szóló cikk az egy alapvetően technikai megközelítésből íródott, a Gajdán Miki csinálta, és akkor megküldte a listára, és én hozzáírtam a szokásosakat, amit ugye nekem ilyenkor kötelező, hogy attól még természetesen Elon Musk az Isten, és mindenki vásároljon Teslát és Tesla részvényt. És az ennek az egyik kötelező mondata volt az is, hogy kitúrtam, hogy tavaly kiadotta, volt egy videó, amit mi is kiraktunk, és egyébként bejárt az egész internetet, hogy hogyan megy neki egy Renault Megane az autópályán, a szerencsétlen autópálya munkásokat védő, kifejezetten ezért egy ilyen becsapódási energia elnyelő az ilyen toldalékkal ellátott autónak. Szintén felfoghatatlan számomra, hogy, a, hogy, hogy ebből a típusú balesetből, hogy ki van bazd meg, ki van világítva, pillog két oldal. Van rajta Lámban. Tábla, igen, és ott és a van mögötte egy valami a teherautó. És belemegy. Igen. Belemegy, és bele, belemegy, mint hogyha nem ez... lenne ott. Hogy? És az a borzasztó, azért kerestem ki, mert hogy azt a videót végignézni, tehát itt az történik, ha valaki nem látta, hogy ez Magyarországon van, az autópálya belső sávjában ráadásul áll ez a szerencsétlen közútkezelős teherautó, ami tényleg úgy kell elképzelni, mint 400 darab kivilágított karácsonyfát egybe, tehát még légvédelmi reflektorok is vannak rajta, mindene villog. Fényes nappal egyébként, tehát nem éjszaka van. Igen, fényes nappal, és egy egyébként sok köbméter méretű, szintén rikító, neon, narancssárga ütközéssel jelölő elem van a végén, pont azért, mert tudják, hogy amíg ez nem volt rajta, addig is mindig neki mentek, ezért mindig újabb és újabb lámpákat kell kötelezően rárakni meg ezeket az elemeket, és a sajtó közleményben emeli a videó mellé, oda volt írva, hogy egyébként abban az évben, fél évig, mert azt hiszem ez júniusban történt, addig 8-at törtek már porrá ilyenből emberek, és az előző évben meg 13-at, tehát nagyon szépen tartani az átlagot, tehát az van, hogy körülbelül havonta egyszer van valaki, aki egy ilyen, olyan járműnek, amit ennél jobban láthatóvá nem lehet tenni semmit, és adásul előjelző táblái szoktak lenni, meg ilyen előtte, 100 méterek előtte villogó lámpák, és ennek havi rendszerességgel neki mennek az emberek, úgyhogy nem azért nem figyelnek, mert rábízták magukat az autopilotra, mert ostobák, hanem egyszerűen simán el tud úgy menni, nem tudom, 30-40 másodpercig az autópályán, hogy nem néz maga elé. Nem értem, hogy hogyan lehetséges. És valahogy... Lefagyott az önvezető rendszer. Éppen frissítette a szoftvert, és újraindítás alatt volt. Jó, de ez egy ember, azt nem tudom. Ez de... Figyelj, engem ütött el úgy ember, hogy előre nézett. Anyám vitt még biciklin otthon, mit tudom én, orvoshoz, vagy vitt haza, vagy nem tudom mi, és praktikusan egyébként egy körzeti orvos jött, mentünk a főúton, ő jött be, maci sajt, nem tudom mi, előre fele nézett, és felborított. Nem ütött el, nem ment át rajtunk mindent, de felborított minket. Hát úgyhogy láttam az embert, hogy pont semmit nem jelent, a múltkor van itt nálunk egy vadi kereszteződés, úgy van, hogy a gyorsforgalmi út alatt megy át egy ilyen, hát én kvázi szervizút, ami behoz ide Budafokra. És az eddig úgy volt, hogy egyenesen ment befele, és most csináltak egy ilyen, így a gyorsforgalmi út melletti belső utat, ami erre merőleges, erre az átvezető alagútra, és az a fő út, tehát oda kanyarodik rá, tehát te bejössz a gyorsforgalmi útról, és a fő út vonal az egy derékszögben folytatódik. Uh-huh. Aki meg szem egyenesen jön, és egyébként úgy jött valószínűleg az előző 25 évben mindig, annak meg most hirtelen macisajt van. Annyira nem fogják föl az emberek, hogy én inkább megállok most már, mert a múltkor majdnem nekem jött valaki, egy ilyen idősebb úriember egy marutival, és utána mutogatott. És nem tudtam kiszállni már, és megmutatni neki, hogy figyelj, ott van az a háromszögletű, az neked szól. Ott volt, egy méterre eljöttél mellette. De nem nézett rá valószínűleg egyáltalán. Én egy békés kertvárosban lakom, és van itt egy kereszteződés, ami olyan balesetek vannak, basszus, hogy
mentő izé, becsapódik a kerítésbe, kidöntik a betonkerítést, nem tudom mi. Semmi, ez egy kertvárosi rész, itt az izé. Régen máshogy volt egyirányú, akkor kanyarodott a főút, akkor azért nem adták meg az elsőbséget, most nem kanyarodik a főút, most azért nem adják meg az elsőbséget, és most volt egy ilyen eset egyik hétvégén, hogy jött egy ilyen kis Citroen szakszó Lukas kipufogóval, és akkor tudod, hogy milyen hangja van, hogy megy 40-nel vagy 50-nel, tehát nem is hajtott gyorsan. Kibi, az nem szakszó, szakkifejezés. Értem, jó. Bocs. Akkor inkább Peugeot 106, elnézést, jaj. És így megy, hogy... Szeretnék az égéstér hallgatóitól elnézést kérni Sturcanti nevében, aki egyébként lassan évtizedes kollégánk, de egyszerűen vannak ilyen lassabban érő dolgozók. Nem sikerült megnevelnünk egyáltalán ilyen szempontból. Igen. Szóval megy a kis... Itt van a baj, tehát hogyha most mindannyian bent ülnénk a stúdióban, akkor nem biztos, hogy ezt megmerte volna kockáztatni így, hogy így a távolságban belül lett volna mindenkihez képest. Sajnos megmeri. Én nekem az szóval jött a Citroen. Szóval, és akkor így hallod, ahogy távolodik. Hát ez tőlünk egy ilyen, mit tudom, 300 méterre van ez a kereszteződés, és hallod, hogy ordító kipufogóval, és egyszer csak csönd. Ott neki ugye elsőbséget kellett volna adnia. Hát tulajdonképpen valamikor föl volt festve az a háromszög, amikor átcsinálták a forgalmi rendet, föl volt festve az útra, de hát már lekopott. Hát volt kint egy tábla, de ő már kilométerek óta jött úgy, hogy elsőbsége van, már annyira megszokta, hogy nem is nézte. Na telibe kapott egy ilyen hétszemélyes kis busz, ilyen jumpit, vagy nem tudom mit, ott feküdt kint valaki, mert mentőt kellett hozzáhívni, hogy minden. Tehát, hogy olyan balesetek vannak ilyen helyeken, ami ilyen tök ártalmatlan, hogy elképesztő, és ilyen esetekben például, hogyha lenne egy olyan mondjuk jó adatbázis, amiből egy ilyen önvezető rendszerek ki tudnának indulni, azok tudhatnák. Én például azon is föl vagyok háborodva, hogy a navigációk miért nem tudják neked megmondani, hogy most jön egy stop tábla. Hisz mindig frissítik az adatbázist, ha meg nincsen stop tábla, akkor mi bajod lehet, hogy mégis megálltál, sokkal kisebb bajod. Nektek mi a véleményetek a jobbkész szabály eltörléséről? Nem a lehet eltörölni, csak szerintem pont beszéltünk a balesetemről. Az a jó jobbkezes történet, ahol tényleg azt, ugye azt szokták mondani, hogy egyenrangú utak kereszteződése, tehát hogy van egy ilyen, tehát hogy mind a négy irányból mindenkinek elsőbséget kell adnia. Mert onnantól kezdve, hogy valakinek nincsen bejövő utcája, az onnantól kezdve nyílgázon fogja eltolni abban a kereszteződésben, hisz nem kell soha elsőbséget adnia, és a környékünkön is van ilyen szélső utca, hogy jobbkezes, de ott nyílgázon mennek el. Persze. Majd a végén ott is kell egy elsőbséget adni, na most ott kiégett egy Opel Zafira, mert nem adta meg az elsőbséget. De nem is erre a részére gondolok, Tibi, hanem technikailag arról, ugye... hogy oldod meg, hogy el tudod, hogy a kis szabályt, hiszen akkor az az alapja, akkor az erősebb kutya baszik szabály. Nem, úgynevezett közlekedési táblával. Arra gondoltam... Nem, nincs mindenhol közlekedési tábla, ezt felejtsük el. Igen, van egy két ilyen, nem tudom, szekérnyom, az már két útnak számít, és ott már a kereszt érvényes, és onnantól kezdve kell egy szabály. Tehát hogy a jobbkész szabály azért van, mert ott nem kell táblát kitenni, meg semmit nem kell csinálni vele, hogyha kitapasztak az emberek két ösvényt, onnantól kezdve van egy szabály, ami érvényes, és ez jó. Igen, csak nekem az elméletem, hogy ugye iszonyatosan sokan autóznak. Tehát a relatíve olcsón megszerezhető autók és a fizetésekhez képest viszonylag olcsó benzin azt eredményez, tehát látjuk mondjuk most nyilván a ingyen parkolás meg a home office egy kicsit még jobban megkavarta, de hogy nagyjából létezni nem lehet a városban, mert mindenki autóval megy mindenhova. És ugye előbb szóba került az, hogy nagyon sok sofőrnek már az elemi közlekedés szabályait betartani is problémás, és nyilván ezeket az embereket nem fogjuk tudni kiszállítani az autójukból, hiszen, hogy mondjam, jogként kezeljük, alapjogként kezeljük azt, hogyha te elvégzel egy tanfolyamot és van pénzed autózni, akkor jogod van autóval menni mindenhova. Viszont most már annyira sok az ember az úton, és ebből a nagyon sok emberből egyre nagyobb hányad van, akiknek az elemi közlekedés mondjuk egy stressz helyzet, és akkor még figyelniük is kell arra, hogy a jobb vagy a bal kezüknél érkezőnek elsőbséget kell adni, ahelyett, hogy mondjuk lenne kint egy rohadt egyértelmű maci sajt, ami mindenhol máshol működik. Ez szokott is. De van egy csomó hely, ahol nincs maci sajt. Tehát, hát de hogy kéne lennie? Abban igaza van az asszúrnak, és mi van, ha ellopják a táblát? Hát
Nem kell, igazából kell a szabály, az van, hogy mindenütt van ilyen szabály, azt hiszem Amerikában van valami, hogy az, meg kell állni. Hogy az elsőnek érkezőnek van előnye, vagy valami igen. ilyesmi, igen. ami ettől a négy irányú, de az a négy irányú stopptáblánál van, tehát az Amerikában a stopptáblás kereszteződés az általában nem egyértelműen aláfölé rendel, olyan is, talán olyan is van, de az inkább a lámpa. És ahol stop tábla van, ott az szokott lenni, hogy minden irányból van, és onnantól kezdve az van, hogy az, aki az odaérkezés sorrendjében kell áthaladni, viszont kötelező megállni. Tehát a stop tábla olyan szempontból radikálisabb, hogy... De jól működik egyébként, mert van egy, ott is az van, hogy van egy szabály, amit be kell tartani, és mindenki ismeri ezt a szabályt. A... Igazából nem működik jól az, tehát ne legyenek illúzióink. Tökre az, hogy nem állnak meg az emberek úgy. Ha nincs szabály egyáltalán, akkor bele fog menni az idiótábia, az bele fog menni, hogy majd lesz valahogy, és áttolja rajta, mert ő nem lát jönni senkit, a fától mondjuk, vagy a bokortól, a sarkon, vagy nem tudom, és eltalálja egy ilyen nem tudom, GLS-es kis fehér furgon, nem tudom, 60-nal, amik szintén így közlekednek egyébként a városban, az ijesztő. És akkor kész a baj, mert nem nézett be a jobb kezesbe, mert nem tudta, hogy van ilyen szabály, mert eltörölték, és nem kellett megtanulni. Nem. Ilyenek egyébként mindig történni fognak. Nem úgy szeretném eltörölni ezt a szabályt, hogy akkor onnantól az erősebb kutya dominál, hanem úgy, hogy táblázzák ki, mint amúgy, ahogy a többit kitáblázzák. Mert egy lényegesen egyértelmű dolog egy táblára figyelni, mint egy fejben létező szabályon gondolkodni. Még egy olyan embernek, akinek amúgy stressz a vezetés. Elvileg és mondhatnánk azt, hogy... Ilyen irányelve a városépítészetben, vagy nem tudom, úgy tudom, hogy a nagyobb utat nem már mindig ki van táblázva, ahol csak lehet. Illetve, amit én tapasztaltam, az, hogy a tömegközlekedési viszonylatoknak az útvonalában mindig ki van táblázva minden. Tehát ha megnézed, akkor például a busznak, trollinak az útvonala igen. mindig fő útvonal, ebből simán ki lehet indulni. Ugyanis 100%-os szabály szinte. Csak hogy nálunk tudjuk, pont hogy ez változott tudjuk, meg hogy egyébként. Ezért volt kanyarodó főút, hogy a buszsofőrnek ne úgy szét kelljen néznie egy olyan kereszteződésben, ahol nem tud befordulni úgy, hogyha jön valaki más is, mert annyira szűk a busznak a hely. Tehát, hogy bármi van, ő neki ki kell engednie bárkit, de akkor is elkanyarították a főutat. Na, ekkor volt a legtöbb baleset egyébként. Mondom, én most azt gondoljuk végig, hogy mi az olcsóbb. Rendbeszedni a hazai gépjármű oktatást, vagy táblákat kitenni? Nagyon sokkal több tábla kéne, amit egyébként azt mondanám. Tehát, hogy igen, most, igen, igen. A jogkész szabálynak van egy olyan gondolata is, hogy mondjuk vannak ezek a lakópihenővezetek, ott nem azért van jogkész szabály, hogy neked rossz legyen, hanem azért, hogy ne legyen az, hogy valaki az elején rálép a gázra, és addig gyorsít, amíg nem megy neki egy mozgássáblának, ahol elsőséget kell adnia, hanem egy ilyen forgalomlassítás tulajdonképpen, tehát hogy érhető legyen az a környék. Ezt, és akkor mit csinálsz, akkor most akkor kimaci sajtoztad, de akkor ki kell 30-azni is, hogy ne menjenek gyorsan, akiknek elsőbségük van, mert ugye nálunk itt, ahol jár a busz, ott az a tapasztalat, hogy a, mondom, kertváros, egy sarokkal arrébb 30-as zóna van, mindkét irányba és minden, itt teljesen standard 70-nel menni, de bármikor van az, hogy 100-al megy egy autó itt, a házunk előtt, pusztán azért, hogy annak a buszsofőrnek ne kelljen szétnéznie, elsőbségadás tábla miatt, holott tulajdonképpen nem halna bele senki. Elsőbség annak van, ne kell rekesztenem a lakossági fórumot, amely most már itt spontán kitart. Mindenkivel mélyen együtt érzek, akinek ez csak egy példa volt, tehát ez az én egyébként szóval problémám, történben. Csak mondom, igen, hogy ez igen. így működik. Ennek az egésznek még az a fontos tanulsága, ami érintettünk kicsit korábban, hogy sajnos az a helyzet, hogy az emberek ezeket elcseszik, és amikor azt mondjuk, hogy az emberek, én például simán fölteszem az összes kezemet, én biztos vagyok benne, hogy amióta autót vezetek, azóta legalább 5-ször úsztam meg azért balesetet, mert én hülye voltam, de rohadt nagymákom volt, vagy valaki más megmentett. Igen, tökre, abszolút. De ez az van, hogy valószínűleg mindenkivel így van. Így van, hogy és hogy én abban az értelemben... Igen.
jobban boldogulok az autóvezetéssel, az autóvezetőknek egy jelentős részénél, hogy a technikai képességeim vagy rutinom az nagyobb, mert egyszerűen ezzel foglalkozom, meg sokat töltöttem versenypályán. De ezzel együtt is az van, hogy a mindennapi közlekedésben abban teljesen egyértelműen saját hibámból, figyelmetlenségből, ügyetlenségből, akármiből volt olyan, hogy egyáltalán nem rajtam múlt, hogy nem lett baj, illetve nekem szerencsére súlyos balesetem nem volt, de koccanásban vettem részt, és volt olyan koccanásos balesetem egyébként, önhibás, ami az szintén az Eventime-mal történt, de az is elévült már még 15 éve, amikor először volt az enyém, amikor azt csináltam, hogy jöttem lefelé Budánban egy Kapi utca nevű utca, ami beletorkolik egy nagy körforgalomba, megérkeztem a körforgalomhoz, annyira ismerem a helyet, hogy ott laktam évek óta, tehát halálpontosan tudok minden közlekedési viszonyt, és ez egy nagy forgalmú, nagyon jól belátható körforgalom, és megálltam, hogy elsőbséget adjak azoknak, akik jönnek a körforgalomban, majd egyszer csak láttam, hogy most kihajthatok, és kihajtottam, és szó nélkül neki mentem annak a nőnek, aki egyébként előttem bejött oda a körforgalomba, úgyhogy az egész az orrom előtt történt. Tehát semmilyen józan magyarázatot nem tudok adni arra, hogy mi az Istent csináltam. Tehát miért volt ez az egész? Arra néztem, tudtam, hogy nekik van elsőbségük, tudtam, hogy kiengedtem őket, azt hittem, hogy nincs előttem senki, elindultam, és neki mentem egy autónak. Kettővel, de akkor is így volt. Tehát, hogy az a helyzet, hogy az ember nem úgy 100%-os megbízhatósággal ezeken a területeken, és nyilván nem véletlen, hogy minél kevésbé vagyunk szem előtt, egyébként annál nagyobb arányban adjuk is át a gépeknek ezeket a rutin figyelmet igénylő funkciókat. Ugye először a gyáriparban, másodszor az így a közlekedés területén, mondjuk a repülőgépeknél, meg a metrónál, meg a vasútnál, ahol nincs annyi zavaró körülmény, tehát nyilván az van, hogy egy metrót azért egyszerűbb elvezetni, meg egy repülőgépet is bizonyos értelemben hurrá hangzik, mert több dimenzióban mozog, de valójában sokkal kevesebb közlekedési résztvevővel kell összehangolni, meg egyszerűbb körülményekkel talán, hogy azért veszik így el tőlünk, mert az embernek a bénaságát, azt lehetetlensége az emberből kitenni. Igazából szerintem ez is oda vezethető vissza, hogy lényegesen többen vagyunk. Tehát már csak ahhoz képest is, hogy mondjuk, amikor én elkezdtem autózni a 2000-es évek végén, hogy ahhoz képest mennyivel nagyobb a forgalom. Öcsém múltkor kölcsön adta a streetcat, mert valamiért kellett neki a Prius, hogy cuccoljon valamit, nem tudom. És úgy voltam vele, hogy na, kimegyek egy jót autózni a streetcával. Gondoltam, majd hétfő délelőtt nem lesz akkora forgalom mondjuk a Dobogókői úton. És de. Na jó. Átértem Esztergomba, nem baj, akkor majd a Suzuki úton egy kicsit odalépek neki. És nem baj, akkor majd a Tátyi elkerülőn. Szintén nem. Majd beértem Tátra, és feladtam a francba az egészet. És autóztam úgy nagyjából 53 kilométert, hogy egy pillanatra nem volt az egésznek autózás, hanem ilyen gépiesen mentem valami mögött. Az ország az a rohadt szoború ebben az egészben, hogy ez eddél már csak ilyenebb lesz, és nem nagyon van vele mit csinálni, mert most tényleg milyen alapon tiltjuk meg. Nem veheted el az autózást. Mert meghalsz, igen, nem tud elmenni dolgozni, nem tud, tök szemétség mondjuk valakinek, aki alkalmas volt az autóvezetésre, de sajnos az van, hogy az idő múlik, ugye monoton módon egyre kevésbé vagyunk alkalmasak. Van egy ilyen, ennek is lenne egy ilyen görbéje, gondolom, hogy az ember először azért alkalmatlan, mert hebehúrja, meg ügyetlen, meg rutintalan, aztán idővel azért, mert egyre nehezebben koncentrál, romlanak a reflexei, meg a szeme, meg a mindene. És hogy nagyon nagy kegyetlenség valakitől, aki ahhoz alakította ki az egész életét, aszerint van a munkahelye, a lakása, oda tervezett mindent, és akkor azt mondani, hogy Tata, rossz hírem van, most már így összességében úgy ítéltük meg, hogy te most már akkor mégis inkább ne vezess, és akkor menj el az orvoshoz, anélkül a gyerekedet, az unokádat, nem tudom, micsodádat, azt vigyed anélkül, hogy ezeket milliószám végrehajtani emberekkel, vagy ilyen világszinten 100 milliószám végrehajtani emberekkel, az igazság szerint nem nagyon látszik, hogy ezt meg lehetne csinálni, és akkor... Nem nagyon tudják megcsinálni sehol, és nem tudom, megvan neked a japánok matrica rendszere? Hogy ott van kétféle matrica, az egyik az a tanulóvezető, ami nálunk is tulajdonképpen a D betű, az egy zöld-sárga levél, és van az idős vezető,
az régen úgy nézett ki, hogy piros-sárga levél volt, és lefele forduló. Aztán fellázottak a japán idősek is, hogy velük ezt nem lehet csinálni, hogy úgy tesznek, mint hogyha ők az elmúlás felé haladnának. És akkor azt a ők is zöld-sárgát kaptak, csak ilyen négy level bukarét, vagy valami ilyesmi. De hogy ott ilyen matricák vannak, elég jól látható helyen kirakva, hogy valaki vagy hebe húrja, vagy már nem az igazi. Az összes reflexe valószínűleg. Ez a Young Leaf matrica, így, amit emlegettél, a fiataloknak a matricája, az így be is csorgott szépen az autós kultúrába. Tehát, hogy itthon is rohangálnak ilyen matricával mindenféle Civic-ek, meg japán belpiacos autók. Közeledik a vége, muszáj ráfordulnunk egy kicsit arra, hogy mit csinált mindannyiunkkal a Volkswagen, mert azért ezen a héten annál nagyobb komédia nem volt. Plusz, hát előre hozták az április elsőjét gyakorlatilag, igen. Ügyesen. Igen. Röviden összefoglalom csak a történeti részét. Az lett, hogy kijött tegnap előtt este egy anyag arról, hogy a Volkswagen hivatal sajtószájtján megjelent egy közlemény arról, hogy Amerikában, tehát nem az egész céget, hanem az amerikai operációt, azt átnevezik Volkswagenről Volkswagenre, tehát volt a szónak abban az értelmében, mint ami ugye a mint az elmúlás, ugye? Igen, helyes, az elmúlás, mint az elmúlás és a feszültség. Egyébként ezek össze is függnek, hiszen, mint tudjuk, a nagy feszültség elmúláshoz vezet sok esetben, különösen áramerősség is, amennyiben társul hozzá. Szóval, hogy átnevezik az operációt, hogy ezzel is az ő elkötelezettségüket demonstrálják az elektromos átmenet irányában. És akkor ezt én beküldtem a TC szerklistájára, hogy ezt jó gyorsan meg kéne írnunk, mert ez akkor is egy nagyon érdekes dolog, ami majd érdekelni fogja az embereket. Ha egyébként egy április elsői tréfa, ami nagyon valószínűnek tűnt így március utolsó napjaiban, és így is írtuk meg, hogy az annak, maga... Bocsánat, annak folytasd inkább, azt mondom, hogy lefagyod az agyam közben. Bármikor visszacsatlakozhatsz. Szóval, jó. Hogy már úgy is írtuk meg, hogy ez gyanút, hogy ez egy áprilisi tréfa lesz, de az is kétségtelen, hogy nagyon szokatlanul mélyen volt kidolgozva, és azért ezek rohadt nagy tőzsdei cégek. Ugye a Volkswagen az autóiparban jelenleg így a második, harmadik, most attól függ, hogy a Teslát ide számoljuk-e, vagy nem, mert ez egy nagyon furcsa dolog, ami velük van. És hogy a nyilvánosan tőzsdén jegyzett cégek, azok általában nagyon óvatosan viccelnek, tehát van hagyománya az autóiparban is az április elsői tréfáknak, de ezek 10-ből 9,99-szer úgy vannak megcsinálva, hogy érezni lehessen, hogy ez egy móka, mert ha nem lehet érezni rajta, hogy egy móka, akkor irtózatos mennyiségben, tehát a pálya túlsó végéről rúgják őket segbe. Ezzel lehetett egyébként érezni, hogy móka csak korán jött, mert a másik ilyen hagyomány, vagy nem tudom, vagy ilyen szokásjog, az, hogy ezeket nagyon pontosan mindig elsőjén teszik ki. És ez egy kicsúszott dolog volt egyébként, tehát azt lehetett tudni, hogy ez egy pillanatra megjelent a Volkswagen sajtószájtján, ezt valaki észrevette, nem, ezt sose értem, valószínűleg vannak 24 órában sajtószájtó figyelő emberek Amerikában, vagy nem tudom. Valaki észrevette véletlen, hogy ott kijött valami, azt gyorsan leírta, hogy ezt írták a Volkswagennél, de a Volkswagen addigra már le is szedte. Tehát lehet, hogy ők ezt elsőjére szánták eredetileg, csak valamiért kiment, és akkor úgy döntöttek, hogy mégis élesítik ezt az anyagot, nem tudom, 31-én, vagy hogyan? Igen, és hogy elsőjéig beleállnak. Tehát, hogy elsőjéig, amikor rákérdeztek erre, akkor azt mondták, igen. Sőt, az anyavállalatnál, tehát amikor nem az amerikai leánynál, hanem amikor az anyavállalatnál kérdeztek rá, ott is azt mondták az illetékesek, igen. És aztán, ahogy tovább mondjuk a fordulatokat, nyilván mindenki vérmérséklete szerint vagy kiszórakozta magát ezen, hogy ez mekkora kutyakomédia már, vagy együtt röhögött velük. Nagyon nehéz eldönteni, hogy az ember ilyenkor mit érezzen, hiszen ez egyrészt egy milyen szép merész beleállás már, másrészt meg egy kicsit azért a szóvit mellényes problémák is felmerülnek.
De hogy aztán egyszer csak kiderült most, 31-én, hogy jó, igazából csak vicceltünk. Tényleg vicceltünk, valójában nem is nevezzük át Volkswagennek, aminek egyébként a tökéletes lakmuszpapírját azt az asszúr föltalálta még az érteketletünkön, amikor én ezt így bedobtam, hogy onnan lehet tudni, hogy ez biztos egy kamu, hogy akkor cégjogilag látszódnia kéne. Hát és tényleg így van. Végyeztek volna méghozzá 2 évvel ezelőtt. Tehát, és most arra már nem tudom, már minden szinten le lenne ellenőrizve, hogy ilyet még véletlenül is a talált föl más előtte, mert ugye abból is nagyon nagy pénzek tudnak elmenni, és most ugye az volt az oka annak, hogy ledobták a fapufát ilyen gyorsan, hogy nem várták ki az elsőjét vele, mert úgy néz ki, hogy elkezdett erre fölmenni az árfolyam, valami 5%-ot mozdult fölfele a tőzsdei árfolyam a Volkswagennek, és az ilyen típusú bármilyen megszólalást elkezdik automatikusan vizsgálni a különböző országok tőzsdefelügyeletei, mint lehetséges manipulációt, és az borzasztó kényelmetlen lenne, ha kiderülne, hogy a Volkswagen szándékosan manipulálta a tőzsdét, vagy nem szándékosan, de manipulálta, és nem ezt valami így használta. Megmutatom, hogy azok, akik nézik az égésteret és nem hallgatják, egyébként hallgatni helyes, csak mondom, hogy aki nézi, annak kiteszem most a fejem mögé, hogy így néz ki a részvény árfolyam. Ez az elmúlt egy hét, és az utolsó 2 nap ugye a vége, és azok a lépcsők, azok mindehhez az ügyhöz tartoznak. Tehát az első lépcső a 30., amikor kiszivárgott, a második lépcső, amikor megerősítették, és akkor azt a részét, amikor vagy visszamegy, azt most még nem látjuk. És nagyon radikális, tehát nem teljesen egyértelmű, hogy ez egy konkrét, egyszeri, ezzel összefüggő, nagyon határozott fölfelé lépés. A 288 környékéről a 310 környékére dollárban kifejezve részvényenként. És pont ezt akartam hozzámesélni, hogy szerintem ennek az egész ügynek ez a legnagyobb tanultsága, hogy nem az teljesen másodlagos, hogy akkor ezt elcseszték, vagy nem, hogy komikus, vagy nem, hogy zsenik voltak, vagy nem, az igazából mindegy. A tanultsága szerintem az ez, hogy ez ugyanarról szól, mint amiről írtam a Totálkáron egy cikket még évelején, a Tesla akkori nagyon magas részvényárfolyama kapcsán, hogy igazából ez ennek az egésznek a jelentősége, hogy az látszik, hogy azt a sztorit veszik meg jelenleg a befektetők, hogy átálltunk villanyra. Tehát, hogyha azt szeretné egy autógyár, hogy a részvényei többet érjenek, ami egyébként rohadt fontos az autógyár összes tulajdonosának, és azon keresztül az autógyár teljes menedzsmentjének, hiszen a menedzsment a tulajdonosnak felel. A tulajdonosok egyrészt sok esetben intézményi befektetők, meg nyugdíjalapok, másrészt bizonyos magánemberek, hiszen mindenki más, aki, akárki vehet jelenleg részvényt, aki akar, és van internet hozzáférése, és van megtakarítása, az lehet Volkswagen részvényes, vagy Tesla, vagy bármilyen. És hogy az látszik, hogy a részvény árfolyamot az löki fölfelé jelenleg, ha valaki azt mondja, hogy átálltunk villanyra. És az elektromos átállás kérdése valójában ettől dőlt el. Tehát nem attól dőlt el, hogy a Tesla akkor most jó villanyautókat kezdett el csinálni, vagy nem, vagy hogy a Volkswagen kihozta a megtaláltan. Valós piaca, vagy nem. Mert ez egy nagyon komoly kérdés egyébként, és mind a mai napig nincs egészen eldöntve, illetve most kezd eldőlni, hogy attól lesz valós piaca, hogy elkezdik majd olyan tömegben gyártani, ha akarjuk, hanem, hogy már csak ez lesz gyakorlatilag. De nem ez döntötte el valóban, hanem az, hogy az látszik, hogy befektetői bizalom arra fele billen, és nagyon sokan ezzel vissza is éltek az utóbbi, nem tudom, 2-3 évben talán, de az utóbbi 1 év volt ilyen szempontból a durva, hogy legalább 3 vagy 4 nagyobb nevű vagy ismertebb, de egyébként valódi termékkel nem rendelkező villanyautógyártó startupot dobtak úgy a tőzsdére, hogy imádják a sortosok egyébként, hogy gyakorlatilag így próbálnak meg pénzhez jutni gyorsan, hogy nem tudom, 2 vagy 3 milliárd dollár értékben piacra dobják a cégnek a részvényeit, és onnantól kezdve. Ugye az a pénz, ami annak az ára, az befolyik a cégbe, és akkor lehet gyárat építeni belőle.
Ezért 3 milliárd lehet... dollárból lehet megyárat építeni egész szépet, meg típust fejleszteni, meg mifene. De jól érzem, hogy a dízelbotrány alatt nem lett volna jó mentés a Smogwagen névváltoztatás? A Smoke & Charm sajnos már foglalt volt, igen, úgyhogy azért most akkor ez... Nincsenek a Zoomnak valamilyen, nem tudom, baseball ütő funkciója? Vagy van a reakciók között, nem tudom, van-e baseball ütő. De nem tudom, hogy a Volkswagen hogy tudná jóvá tenni ezt a árfolyam manipulációt, tényleg, hogy valamilyen ilyen Gaswagen névre visszakeresztelné magát, kiadnák még elsőjén, még ugye holnap még meg lehet csinálni, és akkor visszamenne az, és akkor azt lehetne mondani, hogy ez olyan volt, mint a Forma 1-ben, hogyha nem teljesen szabályosan előztem meg, és akkor visszaadtam a pozíciót, és akkor most ugyanott vagyunk, nem? De tényleg az van, hogy erre adnak pénzt a befektetők. Most erre van számolatlanul pénz. Az a döbbenetes egyébként, hogy bárki bejelenti, hogy ő villanyautókat fog gyártani, arra hirtelen lesz pénz is. Úgy is, hogy közben meg vannak olyan cégek, amik 2-3 évvel ezelőtt csinálták, beszálltak ebbe a piacba, van típusuk. Kiderült, hogy nincs kereslet, nincs bevétel, és ott állnak megfürödve, és nem tudnak mit kezdeni, hiszen egy működő vállalkozáshoz ahhoz pozitív anyagi mérleg kéne, és ez nincs. De egyébként ez egy olyan probléma, hogy nem látszik, tehát a Teslán kívül nagyon sok mindenki más nem tud ebből megélni pillanatnyilag, és a Tesla is úgy tud megélni ebből leginkább, hogy azért erősen benne van ebben, hogy a környezetszennyező rohadék nagy autógyárak, azok fizetnek nekik a kreditért. Tehát, hogy azért a széndioxid kibocsátási kvótáira, amit ők eladogatnak. Tehát igazából, aki Teslával jár, és ezzel meg akarná menteni a Földet, nem a Földet menti meg, hanem Chryslert, meg a Fiatot. Ez annyira csodálatos, hogy csoportok kezdték el a tőzsdét így piszkálni Amerikában. Tehát, hogy most már annyi ilyen ember van, aki meg tudja tenni, hogy ott viszonylag magas az életszínvonal, és vannak megtakarításaik, és ugye ilyen reddites csoportok elkezdték manipulálni olyan szinten az árfolyamokat. Volt valami app, igen, volt valami befektető app, amit felkaptak ezek a reddites csoportok. Igen, és úgy felverték az árfolyamát, hogy kész, és olyan lufikat tudnak fújni a tőzsdéken, hogy nem látod, hogy ez valódi komoly befektetés akar lenni, vagy csak a redditesek kitalálták, és mivel sokan vannak, sok lúdítás. Ezzel az van, hogy Robin Hoodnak hívják az appot, és GameStop volt a sztori, de ebben most meg kell akadályozni, hogy belemenjünk, igen, mert lejárt a műsoridőnk, viszont képzeljétek el, azt muszáj elmesélnem, hogy amikor kiírtam a Facebookra ezt a Volkswagen sztorit, akkor nyilván nagyon sok ilyen komikus vissza... Lenémult el, Karotta. Elment a hangod. Space. Adj helyet. Ez nem bug, hogy elnémultam, hanem egy feature, mert annak a jele volt, hogy közben multitaskoltam, mert még egy dolgot meg akartam mutatni, és ahhoz azt kellett, hogy egy pillanatra átváltjak a másik ablakba. Szóval az van, hogy sokan csak röhögtek, de az internet kitúrt egy csodálatos dolgot. Német Csaba Gábor, képzeljétek el, a következő képet osztotta meg velem, és mindannyian kapaszkodjunk meg, csak ki kell tennem ugyanígy a fejem mögé, ki akarom vetíteni, és aztán el fogom mesélni, hogy mit látunk a képen, amikor már végül kín lesz. Szóval, egy podcastben képeket mutogatni, az egy érdekes sport. Igen, nagyon hálás, de most annyira sokan nézik a YouTube-on is, hogy igazából ilyen szempontból talán bocsánatos bűn, bár elvben én is ellenzem, hogy ilyesmivel foglalkozunk, de ezt nem tehetem meg, hogy nem vaj, mutatom hát meg nektek. Leíró képességeink miatt alkalmaznak. Ezt nézzétek, és kihajolok előre. Elektrohibrid felirattal látható egy Golf 2-es a Stormer, nem? A német energetikai vállalatnak gyártott limitált kiadás, ami nyáron ment 70 km, télen meg 30-at. És ez egy hivatalos, lehet körben. Így van, és egy teljesen hivatalos tanulmány. És azt a részét nem látjátok rendesen, mert lekroppolja a zoom, mert rossz a képarány, de lehet, hogy át tudom váltani olyan, nem tudom átváltani olyanba, hogy látszódjon szerintem. De hogy azt látnátok, ha nem kroppolná le a zoom, hogy ez egy turbórágóból van. Egy klasszikus, igazi turbórágónak a... Igen, ez az én gyerekkorom, igen. Igen, mindannyiuk. És a 189-es számú egyébként a sorozatban. És ez egy hivatalos Volkswagen prototípus, és az a neve, hogy Volkswagen.
hogy ez már ki volt találva. Tehát, hogy valójában nem most találták ki, hanem így nevezték el a saját villanyautó prototípusokat a 80-as évek elején. Akkor is szóvicceltek a rohadékok ezek szerint. Akkor is és csak ezt porolták le erre az egészre. Igen, még egy jó ötletük se volt. Nekem ki kell szállnom most, mert kezdődik egy ilyen másik megbeszélés itt szintén ilyen netes felületen. Nem neked kell kiszállnod, hanem mindannyiunknak kell kiszállnunk. Nagyon szépen köszönjük, drága hallgatók, hogy itt voltatok velünk. Boldog nyulat kívánunk, jó eredményes tojásvadászatot, nemtől és szexuális érdeklődéstől függetlenül, és égéstér lesz majd jövő héten ismét, addig kövessetek minket, lehetőség szerint inkább Spotify-on és podcastként, mert oké, hogy most így abuzáljuk a YouTube-ot, és oda is felrakjuk ezeket, de attól még az égéstér egy beszélős műsor. Szeretettel búcsúzik tőletek Pap Tibi, Andróci Balázs, Sturcanti és a Karotta. Szevasztok!